fáj. Lehet kicsit forró volt a trombolin. Sziasztok srácok, nem tudom hányótoknak lehet ismerős ez. Ez egy orosz rulettszerű játék, csak ez közel nem olyan veszélyes, mint egy igazi fegyver, mert ez csak játék. És az a lényege, hogy van egy ilyen karika, amiben lufikat lehet beletenni, és ugye először ki kell biztosítani a fegyvert, és hogyha beletettük a lufit, akkor utána lőni kell, és vagy kijön egy tüske, ami most pont kijött, várjátok, megpróbálom megmutatni, ott van most a tüske, pont kijött belőle, vagy nem jön ki. És úgy gondoltam, hogy ott van az a kis kapu, nagyon gyönyörű kis kapu, és ott van az a labda. Igen, ott van ám. Ami nem egy foci labda, hanem egy röplabda, de tekintsetek el ettől. És azt találtam ki, hogy el kell találnom ezzel a labdával a felső kapufát 10-szer, nem egymás után, hanem összesen 10-szer, és hogyha elrontom, akkor egyet lőnöm kell ezzel a pisztollyal a fejem fölött, benne egy vízibombával. És ugye amíg össze nem jön a 10 darab felső kapufa, addig kell csinálnom ezt az egészet, és addig nincs vége. Nekem nincs semmilyen focis múltam, illetve labdaügyességem, ezért ilyen közelről rugom, és nem messzebbről. Véletlenül se azért, mert ekkora a kertünk, és ha akarnám, se tudnám messzebbről rugni. De akkor kezdjük is el! Első rugás! Íj, egy nagyon pici múlott! Jó, akkor jöjjön az első. Második rugás! Nem hiszem el. Jó, most nem lövök egyet csak a pisztollyal, hanem megvárom azt, hogy rúgjak egy felső kapufát, és addig számolom, hogy mennyi hibám van, és aztán az összes hibát ellövöldözöm egybe. Az oldalsó az nem ér? Nem igaz! Srácok, 7 darab hibám van, ezeket most gyors ellövöldözöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azért jó nagy szerencsém van, öcsém. Ott van az első! Viszont lett 4 darab hibám, tehát most jön a lövöldözés. 1, 2, 3, 4. Szerintem a videó után elmegyek egyet lottózni. Ez felső kapufa volt? Szerintem adjuk meg, úgyis olyan szerencsétlen vagyok, és még csak most tartok 2-nél. És ha jól számoltam, 2 hibám volt. 1, 2. Én tényleg nem tudom, hogy lehet ekkora makkom. Ott van még egy! Ezeket a táncokat inkább hanyagolom. Eddig 3 felső kapufa van meg, még 7 darab kell összesen, de nagyon kételkedek benne, ezt nem minném, hogy bírni fogom. Hát elszublimálok addig itt a napom. Megvan a negyedik kapufám is, viszont volt egy hibám. Most jön az ötödik. Gól! Megvan az ötödik is, viszont volt 5 hibám, tehát... Inkább egy nagyobb darabbal folytatom. 2, 3, 4, 5. Ott van a hatodik, látjátok? Figyeljétek! Ez sem volt teljesen felső kapufa, de szerintem ezt is fogadjuk el, mert még így is 4 darab van hátra, és biztos sokat fogok szerencsétlenkedni még. Erről beszélek. Megvan a hetedik kapufa is, illetve 6 hibát összeszedtem. 1, 2, jaj! 2, jaj! Akkor jöjjön a következő lufi. 3, 4, 5, 6. Ja, várj, csak 6-ot kell. Most jön a 8. rugás. Ez is gól. Hozzáért, a pecsit volt ennyire. Kamerában nem tudom mennyire látszódott, de élőben egy nagyon picit lehetett hallani, meg látni is. Szóval megvan a 8. rugás, és most 4 hibát lövök el. 1, 2, 3, 4. Már csak 2 felső kapufa kell. Az a hátsó volt. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. 9 felső kapufa megvolt, 2 hibám van. 1, 2. És már csak egyetlen egy felső kapufát kell megrúgnom. Even when it comes,
So have it if you sent us down. So we can build a plague around for the sinners. Az milyen volt? Lehet eddig is ilyen erősen kellett volna rugdosni őket, mert így csak kettő hibám lett megint. Egy, kettő. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Én nagyon örülök annak, hogy csak ennyivel megúsztam, viszont igazságtalannak érzem, hogy ekkora nagy szerencsém volt. Csak hogy tudjátok, az összes vízibombát, amit felfújtam, magamra robbantottam most. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot, illetve hogyha szeretnétek még ilyen foci felső kapufás kívásokat. Igaz, hogy én nem vagyok focista, soha életemben nem is fociztam, viszont felső kapufázni nagyon szeretek. Illetve hogyha szeretnétek, hogy mással csináljak ilyen videót, akkor azt írjátok meg kommentbe, hogy ki legyen az. Illetve azt is megírhatjátok, hogy mi legyen a büntetés ezekben a videókban. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok!